közelhetünk a mai iskolán. Hanem én köszönjük neked, Jézus, hogy itt vagy velünk, és csodálatosan van a jelenlét, hogy Jézus köszönjük, hogy van. Köszönjük, hogy te vagy az életét, Jézus, minden ember, te vagy az életed van, és te vagy mindennek a világosság, Ura. És te világosságban gyújtasz olyan minden, ahol minden ember, Jézus nyelvűnek. Köszönjük neked a Szent Szellemet. Köszönjük, Uram, hogy te elárasztasz bennünket a inspirációkkal, Uram, ilyen mennyei betekintésekkel, te szellemed által, Jézus. Köszönöm, hogy minél te tőled vagyunk tanítva, Uram. Az a kenet, ami bennünk van, az megtanít bennünket, Uram, mindenkit. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy a legközelebb mindenhez, Uram. Hálát adom te neked ezért. És Uram, hogy te szólsz a mi szívünkben, Uram, egy éjjel is oktatnak bennünket a beszélünk, Uram, vagy a bensünkben. Bölcsességet tanítasz bennünket. Köszönjük neked, Jézus, hogy bennünk alakozol, Uram. Amen. Kicsőség azonnak. Ma a 18. hétnél tartunk. Azért is mondom be, mert akkor a videókat töltöm fel, hogy tudjam, hogy esetleg eltévedett. A mai téma az a halál és az ítélet. Ez nagyon érdekes téma. Igen, ez nagyon megőszintén, nagyon nehéz. Téma, itt van a jegyzet, olvassátok el. Fogok róla beszélni, de igazából nem erről fogok beszélni. Ahogy mondtam már, de ez erről is szó lesz. Ősszel, akkor én egész ősszel szeretnék majd az ítéletről, a pokorról, meg a kárhozatról beszélni. Ezt csak úgy hirdetem előre, hogy ez lesz majd a fő téma. És olyan csodálatos komoly, annyira jó, mert egyszerűen, ahogy meglátjuk, egyre jobban Istent, akkor egyre jobban csak így szeretett támad a szívünkbe ő felé. Amiről itt szeretnék beszélni, tehát a halál és az ítélet, fogom érinteni ezt, de ahogy a héten így olvasgattam az ígét, hogy tanulmányoztam, tehát most tulajdonképpen én elrejtem a mai témát a közé, amit is szeretném mondani. Úgy éreztem, hogy azzal foglalkoztam, de nem azért, mert azzal akartam, csak olvastam a Bibliát, és úgy megragadt néhány dolog, és teljesen lenyűgözött, de érzem, hogy csak olyan kezdem csak úgy megismerni. És semmi új dolog nincs benne, látszólag a hit az, ami úgy megérített, és a Kolosszi levelet, egyébként aki ugye olvassa a Facebookot, az sokat ott már, mert ami éppen megérint, azt egyből fel is írom oda, hogy akkor így hát gyorsan túl is lehetem a bizonyos dolgokon. Az egyik az a hitről szeretnék egy kicsit beszélni, és akkor majd ennek kapcsán a halálos ítéletről is, halálról is az ítéletről. Az egyik, ami megragadott, hogy tehát akkor Pál Korintusba ment, és a korintusiaknak írt ugye két levelet, persze különböző időben írt őket. Azt mondja, hogy a kettő, és egy bizonyos dologról fogok beszélni, a 2:1-ben, hogy ő, amit ő utána mond, ezt ő nem tartja ékes szólásnak, meg különböző bölcsességnek. Tehát azt mondta, hogy én úgy mentem közétek, hogy nem nagyot akartam mondani. Hogy nem valami emberi bölcsességet akartam mondani. Tehát mindaz, amit a Pál mondott, azt ő nem ilyen szép beszédnek, vagy ékes szólásnak gondolta, hanem azt mondja, hogy az a szellemnek, meg az erőnek a megmutatása. És az egyik, csak azért érdekes, hogy én úgy érzem, hogy a világosság az nem valami kívülvaló dolog, hanem az bennünk van a világosság. És amikor egyre jobban világosságban járunk, egyre jobban tudjuk élvezni már mindazokat az áldásokat, amik már megvannak nekünk. És olyan mértékben, amilyen mértékben nem járunk ebben a világosságban, olyan mértékben valahogy nem tudjuk élvezni azokat. Tehát semmi nem kívülről támad, hanem minden belülről támad azáltal, hogy a sötétségünk, a hitetlenségünk, a tudatlanságunk elmosuljuk. Ez a Pál
Ez annyira világosan látott, ugye azt mondja a 2.2-ben, hogy elhatározta, hogy ő nem akar másról tudni bennetek, az úgy van, amit a köztetek, nem akarok másról tudni bennetek, mint Jézus Krisztusról, aki meg lett feszítve. És gondoljátok el, hogy Pál azt mondta, és látszik, hogy neki ez volt a mániája, hogy nem akarok másról tudni bennetek, mint Jézus Krisztusról, aki meg lett feszítve. Azért már Pál rájött arra, hogy semmi nem definiálja, határozza meg jobban az embert, mint a megfeszített Jézus Krisztus. Erről Pál annyira meg volt győződve, ugye, hogy ezt a második levelében is írja, két helyen, és akkor azt mondja, hogy senkit nem ismerünk többé test szerint. Az azt jelenti, ugye, hogy az, amit tesz, vagy nem tesz, vagy rosszul tesz, vagy gonoszul tesz, ezek a dolgok, amiket test szerint ismerünk a másikról, a Pál azt mondja, hogy én nem ismerem úgy ezt az embert. Én nem akarom úgy látni senkit, hogy azt határozná meg, amit ő tett, vagy nem tett. Akár a hívő élete előtt, vagy akár a hívő életében. Azt mondja Pál erre, hogy ez egy testi látás. És ezt ugye, amikor írta Pál, akkor ő tudta, amikor ezt a levelet írta, mert két fejezetre, vagy hárommal később már beszél arról, azokról a paráznákról, akik olyan bűnökben éltek a gyülekezetben, ugye, hogy azt mondja, hogy ilyen még a hitetlenek között is ritka, amit közületek néhányan csinálnak. De Pálnak mégis az volt a hozzáállása, hogy én nem akarok másról tudni bennetek, mint Krisztusról, mint megfeszítettről. Ez nem jelenti azt, hogy a Pál hülye volt, vagy vak volt, és ugye, jaj, hagyjátok, csak úgy kirúgta a gyülekezetből, hogy a lába se ért a földbe. Bentre van írva. Persze, szépen finoman csinálta, meg elég sok problémát is kezel. De ennek ellenére a Pálnak a szívét nem azt határozta meg, hogy ő valami gyülekezeti liturgia, rendtartás az, ami meghatározta hozzáállását az az emberhez, mert el kellett távolítani azért, hogy meg tudjon térni, mert olyan sötétségben volt az az ember. De azt mondja, hogy Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. Szerinte én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb világosság. Jelen pillanatban én a magam részéről ezt gondolom, nem látok nagyobbat, hogyha te az embereket, bármilyen ember úgy tudsz nézni, hogy ő a megfeszített Jézus Krisztus jellemzi, és nem az ő fizikai élete, akár régen, akár egy hitetlen ember, akár egy hívő ember. Fordítottam a tükörbibliát, és ott a Kolosszéjében van a Kolosszé 4-nek az elején, ahol arról van szó, hogy hogyan kell viselkedni az emberekkel. És ott ez ugye egy parafrázis fordítás, tehát nem szó szerint mi, hanem a dolognak a jelentése bele van írva a jelentés tartalma. És azt mondja, hogy azzal, ahogyan a kívülvaló, azokhoz, akik magukat kívülvalóknak látják, ahogyan hozzájuk viszonyulsz, azzal meggyőződ őket arról, hogy nincsenek is annyira kívül. Tehát mi, ami hozzáállásunkat, de hozzáállásunkat pedig a víziunk, a látásunk határozza meg, azzal egyszerűen, azzal tudunk hitet támasztani más magukban is, illetve a más emberek felé. Tehát lehetséges az, hogy te úgy látod a másik embert, ahogy a Pál látta, hogy egyszerűen ő a te hited által gyúlik ki az ő szívébe. Hát ez így szokott lenni. De ez a jelen pillanatban én így látom, aztán lehet, hogy ez majd változik. Jelen pillanatban én úgy látom, hogy ez a legnagyobb világosság, amikor mindenkit így tudsz látni. Mert Isten is így lát bennünket. És fogjátok látni, hogy valóban ez a legnagyobb világosság, vagy a legnagyobb hit. Na most, utána, amikor megyünk tovább, akkor Pál mondja úgy, hogy félelem, reszketés között jelentem meg köztetek. És azt mondja a 4-esbe, hogy az én prédikálása nem emberi bölcsesség hitető beszédeiben, által szellem és embernek a megmutatásában. Na most, az emberi bölcsesség, rájöttem arra, hogy sokszor észre sem vesszük,
hogy miben hiszünk, és azért vagyunk gyengék, mert rossz dolgokban hiszünk. És ha megnézitek erről, erről Jézus beszélt, ez a Márk 7-ben van, illetve a Máté 15-ben, ugye amikor a farizeusokkal társulok, és őnek mondja azt, hogy olyan tanításokat tanítanak, ami embereknek a parancsolatai. Tehát amikor Pálék azt mondod, hogy emberi bölcsesség, akkor milyen fogjuk majd látni az én, ahogyan én értelmezem, hogy mit jelent az, hogy nem emberi bölcsesség, hogy sokszor nem is veszünk észre, hogy a gondolataink meg az ismereteink totál emberi dolgok, amikben hiszünk, és ezek nem működnek, ezek a dolgok. Most, hogyha ezeket ki tudjuk cserélni, tehát úgymond valóban az igazi dolgokat ismerjük meg, akkor a hitünk is úgy fog működni. És itt ugye ezzel a farizeusoknál mondott ilyet nekik, hogy ugye embereket tanítanak, eltöröltétek az Isten beszédét. Például nagyon érdekes dolog, hogy a farizeusok azt hitték, hogy úgy lehetnek tiszták, ha tisztogatják magukat. És Jézus mondta, hogy nem így kell. Tehát volt egy elképzelésük. Volt nekik, én azt vettem észre, hogy jól olvastam azt a részt, hogy volt nekik egy rendszerük, és nem vették észre, hogy az igét ahhoz igazították az igét, és Jézus pedig egy más értelmezést adott az igének. Például egy nagyon érdekes dolog, volt, vettem észre, hogy amikor az elválásról beszél a tanítványokkal. És akkor azt mondja a tanítvány, hát Mózes mondta, hogy adjunk elváló levet. De azt mondta Jézus, hogy a szívetek keménysége miatt. És nézzétek, a Bibliában van benne Isten szava, Isten igéje, de mégis egy emberi kondícióhoz, feltételhez volt kötve. De nem az Isten tökéletes akarata volt. Mégis benne van a Bibliában, még Isten akarata. Hogy azért engedte meg Mózes, mert kemény volt a szívetek. Tehát van ilyen, hogy igen, amit mondasz, igen, amit csinálsz, de mégsem az igazi az, amit csinálsz, meg az, amit mondasz. Mert nem az eredeti, mert kezdetben nem így volt. Tehát azért annyira jó, meg fontos az, Jézusnak is megvolt ez a mániája, csak lehet, hogy nem veszünk észre, mert annyira megragadtunk abban, hogy most mi van, most mit látok, de ami kezdetben volt, az egy más állapota volt az embernek, az emberiségnek, és ahhoz kell visszatérni, azt kell újra meglátnunk. De a farizeusoknak a parancsolatai, azok én úgy látom, hogy az ő rendszerük volt az, amihez elkezdték torzítani az igényt.